Szinte napra pontosan egy esztendővel ezelőtt mutattuk be azt a szabadtéri tablókiállítást, amely egy sorozat második részeként az első világháborúban harcoló fehérvári katonák sorsáról mesélt. Idén nyáron a harmadik kiállítással folytatódik a sorozat, a Városi Levéltár és Kutatóintézet ezúttal a galíciai és az olasz frontot mutatja be. A nyitó tabló a délnyugati arcvonal bemutatásával indul, és 10 tablón át követi az isonzó front történéseit. Itt szolgált a legtöbb magyar, köztük a magyar királyi 17-es gyalogezred katonáival a Doberdó fennsík védelmében. A galíciai fronton belül a császári és királyi 69-es gyalogezred harcait jelenítik meg a tablók a Brusilov offenzíva második szakaszában. Július 17-ig marad a kiállítás a Városház téren, ezután a Zicsi-ligetbe, a 17-es gyalogezred emlékművéhez szállítják át a tablókat. Itt augusztus végéig lehet megnézni a kiállítást.